Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm előadóinkat, Baranyi Tamást és Burr Gábort. A mostani rendezvényünk, amit a Habsburg Történeti Intézet, a 20. század intézet és az első világháború centenáriumi emlékbizottság szervezet, arra keresi a választ, hogy az első világháborúban vesztes Törökország miként érte el, hogy a rávonatkozó békeszerződést módosítsák, illetve hogyan alakította ki az új világi állami identitását, a birodalomból milyen módon vált nemzetállammá. Elsőként Burr Gábor fog előadást tartani. Burr Gábor felsőfokú tanulmányait a Leningrádi Állami Egyetemen történelem régészet, illetve a berlini Humboldt Egyetemen esztétika művészettörténet szakokon végezte. 1986-tól tanársegéd, 93-ban egyetemi doktori, 2001-ben pedig PhD fokozatot szerzett. 2008-ban habilitált, és docensként tanít jelenleg is az ELTE új és jelenkori egyetemes történeti tanszékén, ahol 2014 óta tanszékvezető is. Főbb oktatási és kutatási területei a 19.-20. századi egyetemes történelem, Anglia és a brit birodalom története a 19.-20. században, brit kül- és gyarmatpolitika, valamint fekete Afrika története a 19. és 20. században. Mostani előadásának címe Vödörből csöbörbe, Törökország az első világháború után. Akkor megkérem, hogy tartsa meg a mostani előadását. Köszönöm szépen, ahogy látják, hogy ez az én számomra is olyan terület, amivel igazából én csak per tangentem foglalkozom, viszont az Oszmán Birodalom és utána az atatürki Törökország megkerülhetetlen az egyetemes történelemben. Amikor meghalt Kemal Atatürk, akkor a Pester Lloyd a méltatása 1938-ban úgy szólt, hogy ő a háború és a béke hőse, és mint általában lenni szokott, azért tényleg egy nagyon ellentmondásos emberről van szó. Itt van a saját aláírásával ellátott képe, amit általában mindenki meg szokott jegyezni. Hogyha valakinek van iPhone-ja, és van 3,90 €, akkor vehet ilyen iPhone-tokot. Ennyire. Szóval Atatürk szexi, azt el lehet mondani előjáróban a mai napig. És viszonylag sok magyar nyelvű munka is jelent meg róla. Az első, és ez a teljesség igénye nélkül, az még egy évvel halála előtt. Aztán a második világháború alatt ezek ilyen idealizáló képeket. Katus László, ő lényegében az egyetlen profi történész, akinek 1970-ben jelent meg az Atatürk életrajza, és aztán a legfrissebb az Flesch Istváné. Ő ugye, nem történész, de azért, mint újságíró, mint tudósító, azért Törökországgal bennfentes viszonyt ápol. Úgyhogy így ez azt hiszem, hogy viszonylag magyar nyelven is jól el vagyunk látva Atatürk irodalommal. Itt van a szaloniki szülőház, ami ma múzeum, és nagyon gyorsan egy statisztika, hogy kik is lakták. Ugye ő 1881. május 19-én született, úgyhogy 3 nap múlva lesz a születésének az évfordulója. Tehát, hogy kik lakták ezt a várost, és látható ugye, hogy majdnem fele részben zsidók, és a törökök, és főleg a görögök kisebbségben vannak ebben a városban. Ez azért érdekes, mert ugye
Fatih Bajhannak a nem olyan régen megjelent munkájában ugye fölveti az örmény származást, de hát aki olvas, vagy csak szörföl a világhálón, nagyon hamar megtalálja azt a kitételt, hogy lényegében ő egy zsidó származású ember. Az örmény az talán még rosszabb ugye a mai Törökországban. Tehát találunk róla ezt is, azt is, hideget is, meleget is. A kép az, ez a legismertebb fiatalkori képe 1905 vagy 6-ban készült, amikor már ugye katonai pályára adta a fejét, és azt is általában mindenki tudja, hogy ő Gallipoli hőse, mégpedig úgy Gallipoli hőse, hogy az akkori erős ember, Enverpasa nem engedte a sajtóban a nevét sokszor megjelenni, tehát igazából a szájhagyomány tette őt Gallipoli hősévé. És ez egy nagyon fontos dolog, ugye a mai Törökország esetében is ez egy igazodási pont. Nagyon gyakran felvetik, hogy az örmény népirtásban volt-e, és ha volt, akkor milyen felelőssége volt. Ezt a kérdést én csak fölvetem, de nem akarom megválaszolni, mert alapvetően azért mégsem lehet ráhúzni ezt a felelősséget, noha ugye voltak olyan ebben résztvevő tisztek, akiknek a felelősségre vonását azt ő akadályozta meg. Ami fontos, hogy, és ennek pont ma van az évfordulója, már a Sykes-Picot egyezménynek, és itt van a térkép, ez 1916. május 16-a, úgyhogy tavaly volt a 100. évforduló. Maga az egyezmény azért az januári, 1916. januári. Ez az az egyezmény, amit aztán a bolsevikok a hatalomra jutásuk után világgá kürtöltek, és sok mindenkit meglepett, amikor megtudták, hogy hogyan állapodtak meg. Akkor ez az Oszmán Birodalomnak a felosztása, ugye itt a britek, a franciák, illetve az olaszok, plusz ugye akkor még Görögország nem kapott volna ebből részt, de a szorosokat és Konstantinápolyt nemzetközi ellenőrzés alá vették volna. Az, hogy Nagy Örményország, ugye az akkor az Oroszországnak kedvezett volna, csak hogy változtak a viszonyok. Törökország 1918. október 30-án kénytelen volt letenni a fegyvert, de ez a mai napig arról van szó, hogy nem Törökország veszített, hanem a német szövetséges omlott össze, és Törökország emiatt veszítette el az első világháborút. Aztán a törököknek is megvolt a maguk trianonja, ez a Szévri béke, sőt, ha mi úgy gondoljuk, hogy a mi szenvedéstörténetünknél nagyobb szenvedéstörténet nincs a világon, akkor mindig gondolhatunk a görögökre, gondolhatunk az örményekre, de akár a törökökre is gondolhatunk. Ha Magyarország 72%-ot veszített, Törökország még ennél is többet veszített egykori területéből a szévri béke értelmében. És itt ugye a történet itt vesz fordulatot. Ugye Isztambulból Ankarába kerül a főváros, és ez a Mustafa Kemal, a későbbi Atatürk lesz az, aki megfordítja. És ugye ez az érdekes, hogy hogyan és miért tudott Törökország a szévri békéből magának a szévri békét le tudta nullázni, és előnyt tudott kovácsolni, és egy újabb, sokkal kedvezőbb békét tudott kötni. Ennek egy függetlenségi háború, amit alapvetően mindenki úgy képzel el, hogy ez egy
görög-török háború, ami részben igaz, tehát a görögök mélyen benyomultak, majdnem Ankaráig eljutottak, és aztán a törökök visszaverték őket, de lényegében ez 3,5 fronton zajló háború volt, ami Törökország területét lényegesen megnövelte. Erről talán majd a kollégám fog beszélni bővebben, de érdekes, ugye, hogy Mustafa Kemállal kapcsolatosan fölvetődik ugye az örmény népírtás és a, ugye ő, illetve az izmiri, vagyis ugye a görögöknek Szmirna görög lakosságának a részben előzése, részben lemészárlása. Itt a háború után, a lozáni béke előtt történik egy egyezmény, a két fél között aláírnak egy egyezményt, ami lakosságcserét jelent. Ez a lakosságcsere természetesen a görögöknek jóval kedvezőtlenebb. Itt látható ezen a térképen, hogy az előzött görögök száma lényegesen nagyobb. A 1923-ban egyébként a mai Törökország népességének körülbelül a 25%-a még nem török és nem muszlim. Viszont itt ezen a képen Mustafa Kemal nincs rajta. A lozáni békét aláíró delegáció. Ez azért érdekes, mert ez Törökországnak nagyon előnyös a Szévri békével szemben. Ezt már a Genfi tó partján fekvő Lozánban írták alá 1923. júniusában, június 24-én. Azért is érdekes, mert tavaly szeptemberben a Törökországban ilyen nagy nemzetközi vízhangot váltott ki az, amikor Erdogan még ezt a lozáni békét is megkérdőjelezte, hogy annak idején ezt kényszerből írtuk alá, vagy olyanok írták alá, akik nem képviselték rendesen Törökország érdekeit. Az biztos, hogy a Time magazinnak akkor még nem volt az év embere, de 1923 márciusában már a címlapra került Mustafa Kemal a Time magazin, és csak néhány, egy két kötetes Atatürk életrajz Törökországból, meg egy 1994-ben Passauban megjelent könyv az Oszmán Birodalomról, ahol a szerzők, Majoros Ferenc, ő az ELTE jogelőnyén, tehát még a Pázmányon végzett, és 1962-től dolgozott kint, akkor Nyugat-Németországban, és a kollégájával, a Bendrillel írták ezt a könyvet, amiben Julius Caesarhoz, Napóleonhoz, és még sok mindenki máshoz, nagy történelmi személyiséghez hasonlították őt. És hoztam még egy, nem fordítottam ezt le, de feltételezem, hogy mindenki ért angolul. 1928-ban, tehát már a török köztársaság már fél évtizede akkor fennáll, amikor Roosevelt elnöknek Litvinov, a szovjet külügyminiszter azt mondja, hogy Európa legnagyobb formátumú politikusa ő. Ugyanakkor Atatürk hivatkozási alap a náci Németországban is,
nem csak Hitlernél. Hitler őt a sötétségben a fényes csillagának nevezi. Ennek oka talán, nem talán, hanem bevallottan, ugye, hogy az örményekkel és a görögökkel való bánásmód az a náci vezetők szemében az egy követendő példa, de ugyanakkor a versailles, a Németország számára előnytelen versailles békének az überelése, a kiiktatása, ala Törökország, tehát a török példa, ez a náci vezetés számára mindenképpen egy pozitív példa. És csak hogy mennyire szórnak a vélemények, ugye ezt a török külügyminisztérium honlapjáról való ez a pár mondat. Itt 2000-ben Clinton azt mondta, hogy Shakespeare írt, Einstein gondolkodott, Atatürk pedig épített, tehát megdicsérte, pedig ugye előző évben járt Törökországban, ezt otthon dicsérte meg őt, így néz ki ugye ez a... Ugyanakkor az ellenpólus, ugye Fidel Castro szemében is Atatürk egy komoly világpolitikai súlyra rendelkező valaki. Szokták őt Einsteinnel is együtt emlegetni, nem azért, mert köze volt a relativitás elmélethez, hanem azért, mert Einstein 1933. szeptemberében Párizsból írt egy levelet őneki, ami valamiért az akkori miniszterelnöknél, Inönőnél landolt. Ugye a kézzel írt széljegyzet ugye Einstein arra kéri a törököket, hogy fogadjanak be 40 német tudóst és orvost, akik egy éven keresztül akár ingyen és bérmentve dolgoznának, tanítanának Törökországban. Ez jó lenne nekik, mert elmenekülhetnek, ugye 33. január 30-a után vagyunk, tehát Németországot elhagyhatnák, ugyanakkor Törökországnak is, a török felsőoktatásnak, a török orvostudománynak is jót tenne. Inönű megjegyzése, hogy soha nem tudnánk kifizetni a bérüket, de valamiért ez Atatürkhöz került ez a levél, pontosabban ugye még 33-ban vagyunk, tehát még Mustafa Kemalhoz, de akkor már Gázi Mustafa Kemal pasa, már nem sokáig, és ő viszont ezt a dolgot életképesnek tartotta. Ezért van az, hogy Einstein is Atatürköt a 40-es években a 20. század legnagyobb emberének említette egyszer. 1927-ben Ankarában, a parlamentben, ez ugye fontos volt, például a náci Németország esetében az angórai példa, mert ugye Ankarának a régies neve Angóra, az angórai példának a sörpucs is Münchenben, ez olyan párhuzamba lehet vonni, ahogy Angórából megpucsolták Isztambult, úgy Münchenből meg lehet pucsolni Berlint, tehát adja magát a történelmi párhuzam. Látható, beszédes, hogy még látják fölötte az írásjel, mert ugye még egy évvel, 1927-ben vagyunk, egy évvel a reform előtt, ami a török ABC-t latin betűssé tette. Ugyanakkor már a korabeli karikatúra is megfogalmazza azt, hogy azért ez nem egy demokratikus berendezkedés, hogy hogyan válogatja ki a parlamentbe az embereket, tehát így bele szitálja
azaz ugye ez ilyen látszat demokrácia. Ebben természetesen van sok igazság, mint minden karikatúrában. Azért nem fordítottam le, nem feltételezem, hogy ez hátulról is látható, de itt vannak a reformok 1922 és 37 között, ugye is a 38. november 10-e az már a halála Atatürknek. Nem is érdekes, mert feltételezem kollégám is fog erről beszélni, másrészt ugye itt túlságosan sok ennyi idő alatt nem lehetne végig menni. Ez a kanadai törökök szervezetének a honlapja. Azért sem fordítottam le, mert ugye az 1924-es reform, ami áthelyezte péntekről vasárnapra a heti pihenő napot, most ide beírták, hogy hétfőtől péntekig kellett dolgozni, egy frászt hétfőtől szombatig, de hát mindegy, ugye, ha nem történészek, akkor ez nem feltétlenül fog feltűnni, de ez ugye a quintesszenciája Törökország modernizálásának ezek a lépések, amelyek természetesen, hogy kiváltották a reakciónak a reakcióját, tehát ezek nem feltétlenül voltak népszerűek a kortársak és az érintett kortársak szemében. Viszont itt egy 24-es bursai beszéd, a háttérben látható, hogy kiégett házak vannak még, vagy 1928, amikor Mustafa Kemal is a többi török vezetővel karöltve járja az országot, ez ugye az ABC-nek a reformja, ami ugye 1928. szeptemberében jön, és gyakorlatilag novemberben már bevezetésre került, tehát hihetetlen gyorsak ezek a reformok. Képzeljünk el egy olyan országot, ahol ha nem tanuljuk meg gyorsan az ABC-t, akkor analfabétákká válunk egyik hónapról a másikra. És miután meghalt, akkor Budapesten fekete zászlót kellett kitenni a temetése napján. November 10-én halt meg, 1938-ban, és a temetés napján, november 21-én a Budapestet gyászlovogóval kellett díszíteni reggel 6-tól este 10-ig. Az ő örököse, azaz ismert inonő, ugye ő, az Atatürk, az ugye 1934-es, mert ugye ezt a parlament adományozta a törökök atya nevet, ugye 1934-ben kellett kötelezően minden töröknek családnevet. Addig ez nem volt általános, messze nem volt általános. Tehát, és ugye ekkortól beszélünk Atatürkről. Ugye az egyik legfontosabb harcostársa az ismert pasa, akit a lozáni tárgyaló delegáció közepén láttunk a lozáni fényképen. Ő lesz az, aki majd évtizedeken keresztül a harcostárs, és ugyanakkor az ellenfél is, aki majd tovább viszi Atatürk hagyományait, és ugye befejezi azokat az atatürki reformokat, illetve a gyakorlatba átülteti, amiből aztán a kettejük országlásából születik meg a modern Törökország. Én köszönöm szépen, és akkor átadnám a szót. Köszönöm szépen az előadást. A következő előadónk Baranyi Tamás Péter lesz.
Ő diplomáját 2010-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte történelem és amerikanisztika szakon, majd elvégezte a doktori képzést az egyetem új és jelenkori egyetemes történelmi doktori programjában. 2011-től a Terrorháza múzeum történész munkatársa lett, 2012 és 15 között a múzeum vezető történésze volt. 2015-től az Antal József Tudásközpont kutatási vezetője, valamint az ELTE új és jelenkori egyetemes történelmi tanszékének oktatója. Fő kutatási területei a hidegháború története, valamint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok története. 2016-ban jelent meg Szálkai Kingával közösen írt könyve, ennek a címe Új Hold, a török külpolitika útkeresése a 21. század elején. Előadásának most a címe, Kalifátustól köztársaságig, az új Törökország megteremtése. Akkor át is adnám a szót. Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást a 20. század intézetnek és a Habsburg Történeti Intézetnek erre az eseményére. Annyi módosítást tennék, hogy egyébként én a Szálkai Kingával igazából szerkesztettem ezt a könyvet, de írtam is bele, úgyhogy végül is lehet mondani, hogy író vagyok. Én is akkor mondok egy szót arról, hogy hogy keveredek ebbe a témába. Én engem annak idején, hát a Búr tanár úr előadásai és szemináriumai nyomán megfogott az angol vagy brit és amerikai diplomácia történet, és én annak idején a szakdolgozatomat írtam ebből a témából, egy nagyon, most utólag visszanézve szerintelenség nélkül hosszú és egész jó szakdolgozatot írtam ebből. Nagyon remélem, hogy most már mindjárt leadom elvileg a disszertációmat, remélem, hogy majd 10 év múlva erre is ezt fogom mondani, most még annyira nem látom. De mindesetre így keveredtem egyrészt ide. Másrészt annyira magával rántott annak idején ez a orientalizmus, hogy én akkor kezdtem egyébként a Közel-Kelet felé is érdeklődni, és annak például a Szálkai Kingával közös könyv is a gyümölcse, de nem szaporítom tovább a szót, inkább beszéljünk az új török ország megteremtéséről. Én két lépéssel hátrébről kezdeném az előadásomat, kevésbé a Kemal Atatürk személyére fókuszálva, semmint arra, hogy milyen igények és lehetőségek teremtették meg az új Törökországot az első világháború végén, és milyen hosszú folyamaton vagyunk túl. Először muszáj vagyunk visszamenni a 19. századba, amit nagy általánosságban az egyrészt egy nagyon erőteljes európai expanzió jellemez, egy olyan európái, ami tudományos és még inkább katonai, gazdasági és katonai szintéren elképesztő erőfölényben van a világ többi részével szemben, és a világ többi része, aminek egy jó nagy szelete az Oszmán Birodalom, az egész 19. századot úgy éli meg, mint egy olyan feladványt, amire válaszolni kell, és nem igazán könnyen lehet találni választ erre. A különböző reformkísérletek, megújulási kísérletek, anti-imperialista felkelések, hogy ilyen régi csengésű szót mondjak, azok mind annak a folyamányai, hogy minden Európán kívüli régi birodalom vagy egyéb térség érzi, hogy olyan kihívással néz szembe, amit egyelőre még nem teljesen ért, és ami lényegében létkérdést is jelenthet neki, és ezért mindenképpen meg kell találni a választ. Úgyhogy ezért gyorsan, igen, itt egy nagyon szép korbeli orientalizáló európai kép Isztambulról, de vissza kell lépnünk a 19. századba, hogy először is fölmérjük az Oszmán Birodalom problémáit. Nagyon-nagyon röviden próbálok meg nagyon tág képet adni. Hát az új világ felfedezése, valamint az ipari forradalomnak nevezett eseménysor, az végül is teljesen kiszolgáltatottá tette az Európán kívüli világot Európának, és ebben az Oszmán Birodalom is beletartozik. Az ipari forradalom az ugye világos, hogy milyen előnyökkel járt, az új világ felfedezése pedig ugye azzal járt, hogy többé az ázsiai kereskedelemben nem szorultak rá az Oszmán Birodalom közvetítő szerepére, vagyis hogyha még a reform, különböző államreformok sikerre jártak volna is, egy Velence méretű hanyatlást úgy is el kellett volna szenvedni, de ennél sokkal nagyobb volt a probléma. Láthatjuk, hogy
ennek a gazdasági kiszolgáltatottságnak azért az is lett az eredménye, hogy kevés bevétele volt a birodalomnak. Ez ettől függetlenül is, és ezzel összefüggésben is volt egy általános társadalmi megmerevedés és gyenge központi hatalom, ami nyilvánvalóan két dolgot eredményezett. Egyrészt centrifugális tendenciákat, tehát a birodalom széleinek az egyre nagyobb fokú önállóságát, illetve túladóztatást. Tehát a csökkenő bevételekre nyilvánvalóan úgy reagál az állam, hogy fokozza az adóztatást, de amit nyilvánvalóan teljesen kontraproduktív ebben a szakaszban. Ami első körben világossá válik az Oszmán Birodalom számára, az az, hogy recentralizálnia kell magát. Egy új bürokráciát, egy új hadsereget létrehoznia ahhoz, hogy ütőképes állam legyen. Ez nyilván ez az a problémakör, amivel első pillanatban találkoznak, mondjuk az orosz-török háborúk révén, hogy egy modern sereg áll szemben egy nem modern sereggel, teljesen világos a konklúzió. Ugyanakkor tehát különböző kényes reformkísérletek során kiderül, hogy nem olyan egyszerű az állam egész megreformálása nélkül új államot, vagy új bürokráciát és új hadsereget létrehozni. Közben egy 19. században a leváló területeket mutató térkép. Hát látszik, hogy ugye itt a sorozatos, egyrészt ugye az orosz-török háború, ugye a 18. század végétől kezdve van 12 darab orosz-török háború koalícióban vagy anélkül, és hát ugye az egyéb területek elszakadásából különösebben most nem megyek bele. Viszont akkor már valóban a birodalom megreformálási kísérletei. Van ez a Tanzimát nevű arab szó, ami rend, esetleg átalakítás jelentésekkel bír, és ami lényegében az oszmán reformokat jelentette a 19. század közepétől kezdve. Ezek olyan reformok, amiket a szultán felismerve, vagy hát azt mondjuk az isztambuli udvar felismerve itt a helyzet súlyosságát próbál kiadni, illetve ki is ad, azzal a szándékkal, hogy ezek a meglehetősen limitált reformok majd elvezetnek egy olyan pontra, ahol egy egészségesebb, erősebb állam élén, hogy jobban ellen tudnak állni a nyugatiak, igenis rosszindulatú behatolási kísérleteinek. Itt egyébként kiváló puncs karikatúrákat tettem ide különböző időkben. Ugye a jobb oldalin ugye úgy kiállt fel a szultány, hogy ki most a beteg ember. Tehát miután kiadta a Tanzimátot, akkor fölteheti a költői kérdést, hogy ki most már a beteg ember. Ugye ez egy nagyon régi toposz, hogy a szultán Európa beteg embere. Egyébként csak annyi ront ezen a karikatúrán, hogy egyébként mikor az első Tanzimátot kiadták, akkor a szultán éppen már nem élt. Úgyhogy valójában nem, hogy beteg volt, hanem éppen akár már el is halálozott. Itt van egyébként a szöveg, ez az úgynevezett Gülhánei Hatti Serif. Azért raktam ide a szövegét, mert nagyon érdekes szerintem, hogy hogyan okolják meg a birodalom reformjának a szükségességét. Tehát egyáltalán nem beszélnek arról, hogy itt a nyugati kihívás az olyan feladatokat állít az állam elé, amiket csak így lehet megoldani. Nem. A megokolás az az, hogy az állam elszakadt a sariától. Nyilvánvaló, hogy Törökország nem lenne, vagy Törökország, tehát az Oszmán Birodalom nem lenne válságban, hogyha ragaszkodnának a sariához, ami ugye a törvényes és méltányos kormányzás egyetlen alapja lehet. Tehát, hogyha mégis válság van, már pedig az van, akkor ez nyilván azért van, mert elszakadtak a sariától. Ez egyébként itt az oszmán, illetve kisebb a török útkeresésben, ez egy állandóan fölmerülő toposz, ugye nyilván itt az iszlám vallásnak, illetve mondjuk a sariának az eszményeihez való egész pontos viszony. És tényleg nagyon vázlatosan itt a reformmozgalmak és az arra adott reakciók, ugyanis egy államot nem... Nagyon egyszerű és sematikus leszek, de egy államot nem lehet úgy megreformálni, hogy egyik pillanatról a másikra valaki azt mondja, hogy ez innentől kezdve így lesz, hiszen nyilván a régi rendszer akármennyire is rossz és nyögvenyelős, mindig lesznek olyan, minden rendszernek meg vannak a saját kedvezményezetjei, és náluk van igazán sok hatalom, és hogyha bármilyen elmozdulás
Ábe itt az állam szervezésében, akkor nyilvánvalóan egy nagyon erős réteg ellenezni fogja őket. Tehát, hogy a szultán rájön arra, hogy a janicsár sereg most már egyáltalán nem ütőképes, fel kell őket számolni, hát ez nagyon jó, de attól még mindig a janicsár sereg lesz az Oszmán Birodalom katonáinak egy jó része, akik igenis ellenezni fogják a mindennemű reformot. Ugye ez történt Szelim szultánnal egyébként 1807-ben. Tehát ugye tehát a Tanzimát első felvonásával a gülhánei hatisarifa, ugye az a probléma, hogy egyrészt lassan halad, másrésztről ugye a krími háború újfent kimutatja az Oszmán Birodalom gyengeségét. Igen, a krími háborúban a Törökország végül a győztesek oldalán áll, vagy ül a tárgyalóasztalhoz. Ugyanakkor minden szövetséges számára világossá válik, hogy valójában mennyire gyengék, és mennyire nem tudtak volna egyébként az európai koalíció nélkül bármit elérni Oroszországgal szemben. És ez már a párizsi béketárgyalások során megfogalmazódik, hogy egy újabb nagy reformcsomagra lesz szükség, és erre egyébként a nyugati hatalmak is ösztönözték a szultánt, tehát az ösztönözték az akár még egy udvarias szó is erre. És nyilván ennek a reformnak a birodalom területén élő keresztény kisebbségek, illetve a nyugati kereskedelem zavartalansága egy kiemelkedően fontos szeletét képezte. Úgyhogy ezért a második, ez a Hatti Humayun nevű második reformcsomagnál az az ellentmondás alakul ki, hogy a modernizáció egyfajta oszmán nacionalizmussal kerül szembe. Tehát aki modernizáció híve, az könnyen egyfajta egy ilyen nemzetietlen oldalon találhatja magát, aki a nyugati érdekeket szolgálja ki. Erre válaszul jönnek létre ugye az új oszmán körök, akiknek az a feladata, hogy ezt az oszmán nacionalizmus próbálják egyesíteni a modernizációval. Ugye az oszmán nacionalizmus az még nem török nacionalizmus, és egyáltalán nem pániszlámizmus. Az új oszmánoknak részint a hatására, hogy ez a 19. század utolsó szeletének nagy szultánja Abdülhamid a második, akinek ugye két nagy korszaka van, egy nagyon rövid alkotmányos periódus, ezen még ugye az új oszmánok hatása érvényesül. Majd ugye ez egybeesik egy újabb orosz-török háborúval, ahol újabb nagy vereséget szenved a szultán, tehát megint látszik, hogy ez az út sem járható, az oszmán államreform akkor sem lesz, hogyha ezeket a változtatásokat átültetik, úgyhogy ezért berekezti az alkotmányosságot, és egyfajta diktatúrát alakít ki, ami minden reformpárti kör, vagy egyetlen reformpárti körnek sem kedvez. És hát az új oszmánokat aztán erővel be is tiltják és felszámolják. És az új oszmánoknak lesz végül is a maradéka az ifjú törökök csoportja, akik viszont ezt az új oszmán nacionalizmust már egyértelműen egy török, illetve pántörök nacionalizmusra váltják. És egyébként aztán később az ő puccsukhoz lesz köthető 1908-tól a második alkotmányos szakasz. Beszélni kell még egy nagyon fontos államszervezőről, az iszlámról, illetve a kalifátus intézményéről. Hát ennek azért szintén egy nagyon hosszú története van. Amit most mindenképpen érdemes belőle megjegyezni, az az, hogy a 19. században ugye a folyamatos gyengülés és az állandó területi veszteségeknek egyfajta kompenzációja az, hogy a szultán hát egyre inkább vindikálja a korábban egyébként csak kvázi egy egyéb címként tartott kalifátusi címet. Ugye ne feledjük, hogy az oszmán szultán az egyébként római imperátor is, tehát hogy minden meghódított területnek azért felvette a hagyományos uralkodói címét. De 19. században ez azért kezd egyfajta olyan tartalom, meg főleg a második felében, és főleg Abdülhamid alatt, hogy nagyon fontossá válik, hogy a muzulmán világban elfogadják, és vindikálják a szultánnak a kalifai címet. Egyébként, ugye kalifaként 1914-ben, és onnét van az idézet, kalifaként 1914-ben szólította fel a birodalom összes alattvalóját dzsihádra a nyugatiak ellen. Ez ugye főleg az arab területeket érintette. Ez 1700
1878-as orosz-török háború után azért alapvetően a korábban nagyon multietnikus és rengeteg keresztény etnikumot, kereszténynek területet magában foglaló birodalom egy ilyen arab-török állam alakulattá alakult át, és hát ezt ugye az Antant is észrevett a világháborúban, és hát az első, egyik első dolguk, hogy az arabok körében végzett agitáció, hogy keljenek föl a szultán a hatalma ellen. Úgyhogy ebben a korszakban a török hatalom és az arab felkelés között feszülő ellentmondás is egy nagyon meghatározó tényező, hogy az araboknak, különösen a beduin araboknak, ugye állandó panasza egyébként a török szultán ellen, hogy a kalifai cím birtokosaként egyáltalán nem úgy viselkedik, mint hogy egy kalifának kellene viselkedni. Nyilván kicsit úgy látják, hogy a kalifa miközben a római pápához hasonló vallási autoritást követel magának, olyan morális standardeket közvetít, mint hogyha egy szerályt működtetne. És ez nyilván vallási szinten is egy állandóan megjelenő ellentét. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan az első világháborúról, ami ugye három nagyon fontos dolgot kell megjegyezni Törökország első világháború szerepéről. Az egyik Gallipoli, amit azért nevezünk Gallipoli kampánynak, mert nem sikerült. Ha sikerült volna, akkor most Isztambul ostromának neveznénk. És ahol nagyon hősiesen, és itt ugye tanár úr is említetted, hogy Mustafa Kemal kitüntetett szerepe mellett sikerült a partra szálló, megszálló erőket visszaverni. Illetve egy fokozatosan egyre hátrébb szoruló közel-keleti front, és egy macedón front az, ami Törökország háborús szerepét jellemezte. A macedón front végül 1918 őszében összeomlik, míg közel-keleten pedig ugye a Bahreinnél kitett brit és indiai csapatok ugye fokozatosan nyomulnak a birodalom magterületei felé, ugye 1917 karácsonyára Jeruzsálemet is felszabadítják. Viszont miután összeomlik a front Macedóniában, már nincs igazán miről beszélni. Hát kiderül, hogy Törökország, ahogy az egyik kutató fogalmaz, és ezt le is írtam ide szó szerint, agrárországként ugrott fejest valamiben, amiből kiderült, hogy egy iparosított háború, sőt, a világ első ennyire iparosított háborúja, tehát nem is nagyon volt sok esélye, legfőjebb, hogy a központi hatalmak győzelmében bízhatott. Na most, az első világháború végén nyilván még égetőbb kérdéssel merült föl az egész államnak az újradefiniálása, még talán inkább, mint a 19. században, ahol a nagyhatalmaknak legalábbis egy része mindig úgy tekintett az oszmán birodalomra, mint amit érdemes megmenteni a pusztulástól, azért érdemes, mert még mindig jobb, hogyha ők vannak ezen a stratégiailag fontos helyen, mint hogy bárki más, mondjuk az oroszok foglalnák el, hogy az oroszok, akik régóta szemet vetettek Konstantinápolyra, olyannyira, hogy az oroszok ugye, én azt hiszem, hogy a mai napig, de lehet, hogy tévedek, de Cárgrádnak hívják Isztambult, vagyis egy császárvárosnak, hogy ez egyértelműen jelzi, hogy számukra azért ez milyen kulturális és politikai jelentőséggel bír. Éppen ezért a törökök veresége után a nyugati hatalmak azzal is szembenéztek, hogy hogyan kellene Törökországot megbüntetni, és miképpen kellene megszállni. És miképpen kellene átalakítani ezt az országot, amely a 19. században túl erős volt ahhoz, hogy csak úgy felszámolják, de túl gyenge volt ahhoz, hogy meg tudja védeni magát. Most ezzel valamit csinálni kell, főleg úgy, hogy mindenkit megbüntetnek ugye az első világháborús részvételért, mint bűnös nemzetet. És hát itt egyrészt ugye fölmerül, hogy már láttuk a térképen, hogy a Sykes-Picot egyezményben már 16. januárjában fölmerül ugye a birodalom arab területeinek a levagdosása, de hogy ezen kívül még milyen büntetés fogalmazható meg a törökökkel szemben. Nyilván egyrészt Anatólia felosztása, másrészt Konstantinápoly kérdése merül föl. Ugye itt két ellentétes nézetet tettem ki, az egyik Lord Curzontől, a másik pedig, hogy az indiai ügyi minisztertől Lord Montagutól származik.
Körzön alapvetően ugye azon az állásponton van, hogy Konstantinápoly a keleten az egy szimbólum, a politikai erő szimbóluma, nem is feltétlenül a vallási főségi, hanem a politikai erője. Tehát, hogyha legyőztük a törököket, és nem foglaljuk el a fővárosukat, akkor az sokan úgy értelmezhetnék keleten, minthogyha valójában nem törtük volna meg őket. Egyébként Körzön ebből a tekintetben egyébként egy meglehetősen török ellenes álláspontot képvisel. A Brit-Indiában vagy az indiai ügyi miniszter egy egészen más nézőpontot tesz magáévá. Ő attól fél, hogyha a kalifátus intézményét megbolygatják bármilyen szinten, az olyan hatással lehet az egyébként talán éppen lojálisabb indiai muszlimokra, ami olyan felforgatáshoz vezetne, ami akár csak a írországi Sinn Féinhez hasonlítható, mint ahogy olvashatjuk is. Egyébként azt hiszem később ez valóban be is következett, hogyha nem is annyira jelentősen, mint ahogy Lord Montagu érezte. De való igaz egyébként, hogy ez azért rövid időre nagyon jól egyesítette a már egyébként izmos bengáli hindu mozgalmat a muzulmánnal. Ugye itt a Szevri békének a felosztási terve, hát láthatjuk, hogy gyakorlatilag Közép-Anatólián kívül minden másra volt vevő. Valóban, ahogy tanár is fogalmazott, itt aztán egy ilyen Trianon méretű, vagy akár annál is súlyosabb felosztási terv. Ugye egyrészt görög, olasz mandátum terület, Örményország, stb. Csak hát ugye az nem volt belekalkulálva egyébként, hogy ezek a megszálló hatalmak, ezek egymást sem feltétlenül kedvelik. Tehát míg itt a béke pontjait betartást kikényszeríteni, ugye görög csapatok szálltak partra 19 májusában, Szmirnában, vagyis Izmirben, és onnantól kezdve hát nyugati hatalmak anatóliai megszállási tervei beindultak, illetve Konstantinápolyt is megszállták, de például csak egyetlen egy szempont, hogy Olaszország azért száll partra, igazából Dél-Anatóliában, hogy nehogy a neki kitért területeket majd a görögök szépen lenyúlják a sajátjaik mellett. Tehát miközben egyébként egy ilyen össznyugati szempontról beszélünk Anatólia felosztásánál, ezért egy kölcsönös gyanakvások rendszere áll fönt, tehát ez egyáltalán nem képviselnek összefüggő erőt. Franciaország szintén egy aktív, Nagy-Britannia egyébként ugyanebben az időszakban, úgyhogy a szituáció mesterétől fokozatosan egyre passzívabb szereplővé jut, és ennek még nagy jelentősége lesz. Akkor itt láthatjuk szintén a térképet a török függetlenségi háborúról, ami ugye több területen zajlik. Valóban, akkor Mustafa Kemal Pasa elindul Isztambulból, Samsunba, akkor nem véletlenül választja belső Anatóliát, mert az Anatóliának az a része, ami egyrészt még a békeszerződés sem ítélt oda senkinek, másrésztről pedig, ahol biztonságban van a nyugati hatalmaktól, és esetleg akár az egyébként a nyugatot kiszolgálni hajlamos szultán még megmaradt autoritása elől is elveszik. Tehát ez az Angórába, vagy hát Ankarába való átmozdulás, ez a ami egyrészt egy ilyen eszme történeti, másrésztről meg egy geopolitikai váltásként is megfogalmazható, az valójában egy katonai taktika arra, hogy amíg a nemzeti mozgalom erőt gyűjt, addig viszonylag békében tudjon haladni, mozogni. Különösebben nem mennék bele, de a belső anatóliai területeken Kemal, aki nagyon is jól épít ugye a korábbi sikereire, imázsára, ugye sikeresen mozgósítja az anatóliai törökséget, és kezdik egyesével, egyrészt először alapvetően katonai, majd később diplomáciai eszközökkel is visszaszorítani a behatolókat. Diplomáciai lesz majd akkor, amikor elismertetik magukat. Pillanat. 5 perc. Tehát amikor végül is implicit módon elismerteti magukat a Szovjetunióval, és aztán a Szovjet-Oroszországgal, és aztán később ugye hadianyagot is kapnak tőlük. Már a görögök elleni küzdelem után fölmerül, hogy milyen
államformát kellene esetleg a jövőben alkalmazni. És hát itt megint vissza kell térnünk egy kicsit erre az arab-török ellentétre, illetve az iszlám világon belül a kalifátus nem egyértelmű jellegére. Azt látjuk, hogy Szeid Bey, aki egyrészt egy korábban híres vallástudós, és aki később igazságügyi miniszter lett, ugye azt a nézetét fejti ki, hogy mivel a szultánoknak a kalifátusa igazából valóban nem volt egy erkölcsileg egy piedesztára állítható uralom, hanem korrupt volt és önkényes, éppen ezért ezt nem kell a továbbiakban figyelembe venni, hanem visszatérhetünk a kalifátus eredeti értelméhez, ami nem más, mint a muszlimok egyetértése. Tehát itt már szinte a kalifátus eltörlésének az igénye már a görögök elleni győzelem után fennáll. Ugye Lozánban, miután, és akkor most meg itt visszautalok az előbbi előadásra, tehát a megszálló seregek kiűzésével lehetőség nyílik a szevri béke revideálására, és egy sokkal pozitívabb béke megkötésére. Itt az angolok még megpróbálják egyiket annyiban kijátszani a törököket, hogy meghívják a szultánnak az embereit is, hát hogyha majd Lozánban össze lehet őket veszélyteni, vagy legalábbis ki lehet használni a köztük lévő ellentétet. És végülis ez az a pillanat, ami azt indítja el, hogy a szultánt megfosztják a tisztségétől, hogy ne is képviseltesse magát Lozánban. De ugye korábban is azért Kemal már azért egyszer fölcsattant a szultán egyik indítványára, hogy merészel egyáltalán a titkárommal szóba állni a szultán. Úgyhogy látszik, hogy már azért alapvetően a de facto katonai hatalomban gondolkodott. És akkor itt érkezünk el ahhoz, hogy megszüntetik a kalifátus intézményét is. És lényegében ugyanazzal, hogy a Szeid Beynek a felszólalása az, ami a nemzetgyűlés képviselőit igazából meggyőzi. Azt hiszem, hogy 6-an nem szavazták meg összességében a nagy nemzetgyűlésben a kalifátus megszüntetését, és ismét ugye ez az érv, hogy valójában a köztársaságban lehet megtalálni az ummát, azt, amikor a muzulmánok egymás között megbeszélve döntenek az ügyükről, nem pedig valamiféle gyanús és korrupt dinasztikus hatalomban, ami idegen az iszlám valódi természetéről. Ez persze azért fontos, hiszen még akkor is, hogy ezek fölvilágosult, Franciaországban tanult, általában sokszor nem is vallásgyakorló emberek, Mustafa Kemal és a tisztjei, azért az emberek 98%-a még igen, akár még a nemzetgyűlésben is. Ahogy megvannak ezek az állami keretek, ugye azért kezdik hozzáalakítani ez megfelelő kulturális kereteket. Ugye Atatürk mindig azt mondja, hogy Törökországot fel kellett emelni a jelenkori civilizáció szintjére. Nem teljesen mindegy, hogy ezeket a szavakat használja, mert nem azt mondja, hogy a nyugat szintjére kell fölemelni. Tehát nem úgy tekinti, hogy a nyugatnak van egy bizonyos szintje, és ahhoz emelik föl Törökországot, hanem van egy általános civilizációs szint, teljesen véletlen nyugaton ez éppen a jelenkorin van, Törökország ebből a szempontból el van maradva, és fölemeli. Tehát a jelenkori civilizáció megteremtése Törökországban, az nem nyugatosítás, legalábbis retorikailag biztos nem, de szekularizáció és egy nagyon erős török nacionalizmus társul hozzá, ami azért is lehetséges, mert a török-arab államalakulat, amely a 19. század második felében megmarad, az most már az araboktól is mentesül. Tehát némi kisebbségtől eltekintve, azért ez egy etnikailag homogénebb államalakulat. Itt én is beraktam a görög-török lakosságcsere irányait. Hát hasonló egyébként az 1910-es években egyébként a közel-keleti arab területek felé is lejátszódik, na nem egyezményes, hanem önkéntes alapon többnyire. Minden esetre már a 10-es években megindul az, hogy az anatóliai törökség, ami korábban azért hát sok helyütt a társadalom felső rétegeit képezte, vagy legalábbis a bürokrácia rétegét képezte például a közel-keleten, visszaszivárognak Anatóliába. Tehát az 1910-20-as évek, főleg úgy, hogy a török lakosság cserével is ezt megtolják, az anatóliai törökségnek a tömörülésével is összefügg, az anatóliai törökség visszahúzódik magába Anatóliába. Ez azért érdekes egyébként, mert ez pontosan 100 évvel később, ott a
fel is írtam, itt a 2010-es évek, az AKP, a török kormányzó párt, akkor hirdette meg a Közel-Kelet felé fordulást, pedig az, hogy Törökország az már annyi nemzeti energiát egyesített Anatóliában, hogy megkezdhetik a kirajzást, megkezdhetik stratégiai mélységben a hídfő kiépítését a Közel-Keletre és akár túl is. Ez azért érdekes, mert itt ha az oszmán, illetve a török államot nézzük, eltelt ez a 100 éves ciklus, és most sok szempontból a kemalizmusnak az eredményei, vagy a kemalizmus mutatta célok és irányok, azok mostanában kezdenek megváltozni. És egyébként, hogyha belegondolunk a nemrégiben történt népszavazásba is, ahol egyébként sok, vagy hát egy-két fontos a kemalista államra jellemző államszervezeti elemet megváltoztattak. De én most itt le is zárom, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és bocsánat, hogy túlnyúltam. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, hogy van-e még esetleg hozzászólás a Burr Gábornak, vagy egymás előadására. Nekem nincsen. Jó, rendben. Akkor viszont nehéz lesz. Kimerítő volt és összefogott. Viszont megkérdezném, igen, a közönség részéről még egy pár kérdést lehetővé teszünk. Akkor viszem is a mikrofont, jó? Mert rögzítjük. Nekem röviden néhány hozzátenni valóm lenne, tehát Burr tanár úr előadásához látom, hogy a közönség megcsodálta nemzetgyűlési képnél a arab feliratot. Az azt jelentette, Hákimiet Millet Indira, hatalom a népé, és a Millet a nép már az anatóliai eredetű homogén, török anyanyelvű török nemzetállami értelemben ebben a korai szakaszban is. A másik a európai rendszerű családi név Ismet Pasának sem volt, az Inönü nevet az Inönü folyóról kapta, ahol szó szerint a folyóba szorították Konstantin görög király csapatait. Baranyi Tamás előadásához hozzátenném, hogy itt kimaradt a nagyon bonyolult az Oroszországgal, az orosz fronttal kapcsolatos viszony. Nem csak vesztett Törökország, de nyert a örménydasnakok, akik szintén aspiránsok voltak török területekre, a grúz mensebikek, illetve az azerbajdzsán muszavatisták küzdelmében megkaptak Karsz és Ardahán területét Azerbajdzsántól. A másik problémás volt, amire szintén utalt Tamás, hogy nem volt a megszálló hatalmak között sem egység, az olaszok és a franciák vitája a kilikiai partvidéken, a stratégiai jelentőségű antiochiai Hatay tartomány és Iszkenderun Alexandretta 1937-ben született csak róla a döntés. Kiegészítéseket végtelenségig lehetne sorolni, de ez a pont, ahol befejezem, és köszönöm a nagyon érdekes előadásokat. Nagyon szépen köszönjük még. És én a kiegészítést ki lehet egészíteni, mert régen ismerjük mi egymást, és én tisztelője vagyok a mély tudásának. Ugye Inönü az nem csak egy folyó, valóban ugye ott rengeteg görög katona elesett, hanem egy helység is, ugye, és tehát ez egy forduló pont, és ezt elfelejtettem. Belekezdtem, ugye, és akkor az Atatürknél leragadtam, de ez tényleg így van. Most ugye kicsit a Baranyi Tamás előadásához is, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye 1920 őszén a franciák az elsők, akik dezertálnak, tehát ők, őnekik köszönik szépen Libanon és Szíria az elég, és ők az elsők, akik a törökökkel megkötnek egy egyezményt. Igen, tehát ők gyakorlatilag becsapták, főleg a briteket, de az olaszokat is, és legfőképpen a görögöket, mert a végén a görögök ott maradtak egyedül, és ugye ők szenvedték a legkatasztrofálisabb vereséget, ami a mai napig ugye a görög nemzeti etoszban ez a kis-ázsiai katasztrófa
ugye így szerepel. Hogyha megnézzük, hogy ugye a 1919 előtt volt a mai Törökország területén élt majdnem 2 millió görög, tehát 1.850.000 biztosan, és megnézzük, hogy hányat űztek el, a legtöbben ugye a görög hadsereggel menekülnek, de aztán hát ami a náci Németországban a zsidó törvények. Hát ugye Kemal alatt és Atatürk alatt hát olyan diszkriminatív törvények vannak Törökországban, hogy csak na, tehát ebből azért lehetett tanulni. Akár nem véletlen, ugye, hogy a náci Németországnak ez példa volt, hogy a görögök tovább mennek. De hogyha megnézzük, hogy hányan kerültek át Görögországba, és mennyi volt eredetileg, és mennyi maradt, akkor ott azért sok százezer ember fog hiányozni, na most őket legyilkolták. Tehát ez a görögöknek ez egy óriási nagy katasztrófa. Hozzá kell tenni, hogy ez nagy katasztrófa a görögországi törökségnek is. De itt nem nemzeti dologról van szó, hanem a vallási alapon. Aki ortodox, az menjen Görögországba, még akkor is, hogyha törökül beszél. Az anyanyelve a török. És aki muszlim, az menjen pedig Törökországba. Noha az anyanyelve a görög. Mert ilyen is volt. Jókedve, bősége. És akkor plusz ugye a romák, a karamánok és mindenki más, tehát ezek a nagyon-nagyon kisebbségben lévők, pedig úgy mellékesen hozzájuk csapták, hogyha akkor már menjenek ők is. Igen, most, hogyha nagyon rossz akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy kiegészíteném a kiegészítés kiegészítését, de nem inkább csak úgy tovább fűzném annyiban, hogy nyilván az is ennek a beszélgetésnek az egyik apropója, hogy azt lássuk, hogy mi az, amit Mustafa Kemal Törökországa tudott és sikerült, és Magyarországnak például nem sikerült. És hát ugye a nagyhatalmak pozitív geopolitikai konstellációja mellett és a pozitív és jól sikerült államreform mellett az kétségtelen, hogy az, hogy túl sok szereplő helyi szinten és a nagyhatalmak szintjén is, akik nem értenek egymással egyet, így könnyebb volt Kemalnak is kijátszani egymás ellen, mint például, hogy a franciákat, a franciák dezertálása, vagy hogy az olaszok és a görögök közötti ellentét, vagy például az, hogy hogyan tudta manipulálni egyébként a briteket is, akár a lozanni békekonferencián, tehát ez abszolút egy szempont, ez a heterogenitás. Én már nem mennék bele, hogy ez a kiegészítésnek a hányadik hatványa, de ugye az alapvető különbség én szerintem Magyarország és Törökország között, hogy Magyarországon nem az antant hatalmak akartak területeket, hanem a kisantant országai, a későbbi kisantant országai, míg Törökországban alapvetően ugye a britek, a franciák, az olaszok, és úgy mellesleg a görögök. És ez egy óriási különbség volt. Plusz, ugye, ne felejtjük el a katonai zseniét Mustafa Kemalnak. Amikor a második Balkán háború után a britek küldenek egy vezérkari tisztet, hogy egy kicsit nézzen körül, akkor azt írja vissza Isztambulból, hogy a török főtisztek azok csapnivalóak, de van egy. Mustafa Kemal erre figyelni kell, mert ennek nagy jövője van. És tökéletesen igaza lett. Tehát bárhol, ahol Gallipoli, az orosz front a Kaukázusban, vagy az arab front, mindig megállta a helyét. Tehát ez azért egy katonai zseni, és ritka a világ történelemben, amikor a katon ilyen szempontból tényleg Napóleonhoz hasonlítható, hogy mint politikus, mint állam, mint államképző képző ember is nagyon szépen megállta a helyét. Tehát ez nagy szerencséje Törökországnak. Magyarországon ilyen ember nincsen. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, itt volt még egy kérdés.
Megválaszolták, jó, rendben. Akkor még egy rövid kérdés belefér, gondolom. Tanár úr beszélt a veszteségekről, összehasonlította itt különböző országok a veszteségeit. Az én ismereteim szerint Törökország olyan területekkel rendelkezett, ami hódított területek voltak, illetőleg más nyelven beszélők voltak. Ugye említette, hogy 23-ban a Törökországot nem volt már birodalmat, Törökországban 20-valahány százaléka beszélt törökül, illetőleg 20-valahány százalék volt oszmán. Arra kérném, hogy árnyalja egy kicsit ezt a veszteséget, mert az én nézőpontomból képest egyáltalán nem egy Görögország, egy Bulgária elvesztése a törököknek ugyan területileg, lakosságilag biztos sokat jelentett, de azért én úgy vélem, hogy nem olyan jellegű veszteség volt, mint mondjuk Magyarországé. A másik pedig, amit szeretnék kérdezni, nemrégiben beszéltem egy török fiatalemberrel, és említettem neki ezt a Gallipoli csatát, ahol a franciák és az angolok hadihajókkal felvonultak, és szerettek volna ott hídfőállásokat létesíteni, és ő ezt a szót nem nagyon ismerte, ő egy C betűvel írt, és talán S betűvel kiejtett szót, városnevet, vagy ilyesmit említett. Tehát nem a Gallipolit. Gallipoli. Akkor... Gallipoli és a latinális, tehát ami nálunk a C-fonim, az a Igen, a Gallipoli az én görög. Maradjunk annyiban, hogy azért nem az, hogy egy törökkel beszélünk, nem biztos, hogy ismeri a saját népe történetét. Azért Gallipoli, ami ugye, én köszönöm szépen, tehát a török kifejezés az minden töröknek iskolai tananyag, tehát ezt illik ismerniük, de benne is van a török nemzeti etoszban. Most amit én mondtam, én nem Bulgáriára és Görögországra gondoltam, ugye a Dél-Görögország elment az 1820-as, a 30-as években, és aztán fokozatosan veszítette el. Bulgária, ugye az a nagy keleti válság idején a soros orosz-török háború, amire Baranyi Tamás is utalt, tehát ez gyakorlatilag már az 1870-es évek végén elment. Itt most a mai Törökország területéről van szó, hiszen az első világháború után az világos volt, hogy az arab területeket Törökország nem tudja megtartani, azt elvették, azt Törökország el fogja veszíteni. A kérdés az volt, hogy ezek a területek, ezek kihez fognak tartozni. Önálló arab állam lesz, vagy arab államok, vagy pedig, ahogy végül is lett, ezek A népszövetségi, vagy nemzetek szövetségi A-mandátum területek lettek, de például a mai Szíria területén ők nagyon szívesen lettek volna nem francia, hanem amerikai mandátum terület, csak az amerikaiak kivonultak, és nem voltak ebben érdekeltek. Ami én azt mondtam, hogy a mai Törökország területén, tehát a mai nagyon pici, ugye a földközi tenger partján, ez Kilikiánál, egy nagyon kis változás van majd a 30-as években, amikor Franciaország visszaad egy területet, de lényegében az 1923-as, tehát a török köztársaság a mai határokról van szó, és ezeken a határokon belül volt nagyjából 25% a nem muszlimok aránya, és ez azért elég drasztikusan lecsökkent. Tehát ilyen szempontból, hogyha mert mind a ketten mutattuk a térképet, hogy Anatóliának egy milyen kis része maradt volna meg. Baranyi Tamás még ugye idézte is, hogy azért ez nem egy ipari állam volt, és ráadásul ennek nem a legfejlettebb része. Hát talán itt volt, amikor még a római korban Cicerót egyszer elküldték, errefelé, és azt találta erről a területről mondani, hogy,
hogy nem találkoztam csak birkákkal és pásztorokkal, az előbbiek az intelligensebbek, jegyezte meg. Tehát, hogy azért ez nem a legfejlettebb része volt, amit meg akartak hagyni Törökországnak. Ha a szévri béke maradt volna életben, na az lett volna a Trianon. Az lett volna a nagy megcsonkolása Törökországnak. De nem, mert egyedül a vesztes államok közül Törökország megtudta legalább ugye a törökök által lakott területeket, és azt is megtudta akadályozni, mert a Sykes-Picot egyezmény, és amit implementáltak 1920-ban, mert ez majdhogynem egy az egyben leszámítva, hogy nem volt már Oroszország, nem kellett vele számolni, de a szévri béke az majdhogynem a Sykes-Picot egyezmény alapján került sor a határok meghúzására. A kurdoknál kilátásba helyezték az autonómiát, amiből akár egy önálló kurd állam is lehetett volna. Na most a lozáni béke kihúzta a kurdok alól a szőnyeget, hogy stílusosak legyünk, és ez a szőnyeg sajnos a kurdok alá mai napig nem került. Ennek ellenére egyébként egyetlen mondat, hogy annak ellenére nem valósult meg a szévri béke, annak ellenére a törököknek attól még van szindrómájuk vele. Tehát úgy is hívják, hogy ez a szévszindróma, tehát szévszindróma, ez az európai hatalmak, azok egyesével, illetve szövetkezve Törökország vesztére törnek, ez annak ellenére nagyon mélyen benne van egyébként a török nemzetudatban a mai napig. Csak ugyanis hozzátegyek valamit. Igen, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szerintem nagyon izgalmas volt a beszélgetés is, és további szép estét kívánok mindenkinek, előadóinknak köszönöm a részvételt. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Jó, remélem találkozunk hamarosan. Területet magában foglaló birodalom egy ilyen arab-török állam alakulattá alakult át, és hát ezt ugye az Antant is észrevett a világháborúban, és az egyik első dolguk, hogy az arabok körében végzett agitáció, hogy keljenek föl a szultán hatalma ellen. Úgyhogy ebben a korszakban a török hatalom és az arab felkelés között feszülő ellentmondás is egy nagyon meghatározó tényező, hogy az araboknak, különösen a beduin araboknak, ugye állandó panasza egyébként a török szultán ellen, hogy a kalifai cím birtokosaként egyáltalán nem úgy viselkedik, mint hogy egy kalifának kellene viselkedni. Nyilván kicsit úgy látják, hogy a kalifa, miközben a római pápához hasonló vallási autoritást követel magának, olyan morális standardeket közvetít, mint hogyha egy szerájt működtetne. És ez nyilván vallási szinten is egy állandóan megjelenő ellentét. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan az első világháborúról, ami három nagyon fontos dolgot kell megjegyezni Törökország első világháború szerepéről. Az egyik Gallipoli, amit azért nevezünk Gallipoli kampánynak, mert nem sikerült. Ha sikerült volna, akkor most Isztambul ostromának neveznénk. És ahol nagyon hősiesen, és itt a tanár úr is említetted, hogy Mustafa Kemal kitüntetett szerepe mellett sikerült a partra megszálló erőket visszaverni, illetve egy fokozatosan egyre hátrébb szoruló közel-keleti front és egy macedón front az, ami Törökország háborús szerepét jellemezte. A macedón front végül 1918 őszében összeomlik, míg közel-keleten pedig ugye a Bahreinnél kitett brit és indiai csapatok ugye fokozatosan nyomulnak a birodalom magterületei felé, ugye 1917 karácsonyára Jeruzsálemet is felszabadítják. Viszont miután összeomlik a front Macedóniában, már nincs igazán miről beszélni. Hát kiderül, hogy Törökország, ahogy az egyik kutató fogalmaz, és ezt le is írtam ide szó szerint, agrárországként ugrott fejest valamiben, amiből kiderült, hogy egy iparosított háború, sőt a világ első ennyire iparosított háborúja, tehát nem is nagyon volt sok esélye, legfőjebb, hogy a központi hatalmak győzelmében bízhatott. Na most
Az első világháború végén nyilván még égetőbb kérdéssel merült föl az egész államnak az újradefiniálása, még talán inkább, mint a 19. században, ahol a nagyhatalmaknak legalábbis egy része mindig úgy tekint, hogy a központi hatalmak győzelmében bízhatott. Na most, az első világháború végén nyilván még égetőbb kérdéssel merült föl az egész államnak az újradefiniálása, még talán inkább, mint a 19. században, ahol a nagyhatalmaknak legalábbis egy része mindig úgy tekintett az Oszmán Birodalomra, mint amit érdemes megmenteni a pusztulástól, azért érdemes, mert még mindig jobb, hogyha ők vannak ezen a stratégiailag fontos helyen, mint hogy bárki más, mondjuk az oroszok foglalnák el, hogy az oroszok, akik régóta szemet vetettek Konstantinápolyra, olyannyira, hogy az oroszok, ugye, én azt hiszem, hogy a mai napig, de be lehet, hogy tévedek, de Cárgrádnak hívják Isztambult, vagyis egy császárvárosnak, hogy ez egyértelműen jelzi, hogy számukra azért ez milyen kulturális és politikai jelentőséggel bír. Éppen ezért a törökök veresége után a nyugati hatalmak azzal is szembenéztek, hogy hogyan kellene Törökországot megbüntetni, és miképpen kellene megszállni. És miképpen kellene átalakítani ezt az országot, amely a 19. században túl erős volt ahhoz, hogy csak úgy felszámolják, de túl gyenge volt ahhoz, hogy meg tudja védeni magát. Most ezzel valamit csinálni kell, főleg úgy, hogy mindenkit megbüntetnek, hogy az első világháborús részvételért, mint bűnös nemzetet. És hát itt egyrészt ugye fölmerült, hogy már láttuk a térképen, hogy a Sykes-Picot egyezményben már 16. januárjában fölmerül ugye a birodalom arab területeinek a levagdosása, de ezen kívül még milyen büntetés fogalmazható meg a törökökkel szemben. Nyilván egyrészt Anatólia felosztása, másrészt Konstantinápoly kérdése merül föl. Ugye itt két ellentétes nézetet tettem ki, az egyik Lord Curzontől, a másik pedig, hogy az indiai ügyi minisztertől, Lord Montagutól származik. Curzon alapvetően ugye azon az állásponton van, hogy Konstantinápoly a keleten az egy szimbólum, a politikai erő szimbóluma, nem is feltétlenül a vallási főségi, hanem a politikai erője. Tehát, hogyha legyőztük a törököket, és nem foglaljuk el a fővárosukat, akkor az sokan úgy értelmezhetnék keleten, minthogyha valójában nem törtük volna meg őket. Egyébként Curzon ebből a tekintetben egyébként egy meglehetősen török ellenes álláspontot képvisel. Brit-Indiában, vagy az indiai ügyi miniszter egy egészen más nézőpontot tesz magáévá. Ő attól fél, hogyha a kalifátus intézményét megbolygatják bármilyen szinten, az olyan hatással lehet az egyébként talán éppen lojálisabb indiai muszlimokra, ami olyan felforgatáshoz vezetne, ami akár csak a írországi Sinn Féinhez hasonlítható, mint ahogy olvashatjuk is. Egyébként azt aztán később ez valóban be is következett, hogyha nem is annyira jelentősen, mint ahogy Lord mond. Vödörből csöbörbe, Törökország az első világháború után. Akkor megkérem, hogy tartsa meg a mostani előadását. Köszönöm szépen, ahogy látják, hogy ez az én számomra is olyan terület, amivel igazából én csak per tangentem foglalkozom, viszont az Oszmán Birodalom és utána az atatürki Törökország megkerülhetetlen az egyetemes történelemben. Amikor meghalt Kemal Atatürk, akkor a Pester Lloyd a méltatása 1938-ban úgy szólt, hogy ő a háború és a béke hőse, és mint általában lenni szokott, azért tényleg egy nagyon ellentmondásos emberről van szó. Itt van a saját aláírásával ellátott képe, amit általában mindenki meg szokott jegyezni. Hogyha valakinek van iPhone-ja, és van 3,90 €, akkor vehet ilyen iPhone-tokot ennyire. Szóval Atatürk szexi, ezt el lehet mondani előjáróban a mai napig is. Viszonylag sok magyar nyelvű munka is jelent meg róla. Az első, az, és ez a teljesség igénye nélkül, az még egy évvel halála előtt,
Aztán a második világháború alatt ezek ilyen idealizáló képeket. Katus László, ő lényegében az egyetlen profi történész, akinek 1970-ben jelent meg az Atatürk életrajza, és aztán a legfrissebb az Flash Istváné. Ő ugye nem történész, de azért mint újságíró, mint tudósító, azért Törökországgal bennfentes viszonyt ápol, úgyhogy így ez azt hiszem, hogy viszonylag magyar nyelven is jól el vagyunk látva Atatürk irodalommal. Itt van a szaloniki szülőház, ami ma múzeum, és nagyon gyorsan egy statisztika, hogy kik is lakták. Ugye ő 1881. május 19-én született, úgyhogy 3 nap múlva lesz a születésének az évfordulója. Tehát, hogy kik lakták ezt a... Nakok, akik szintén aspiránsok voltak török területekre, a grúz mensebikek, illetve az azerbajdzsán muszavatisták küzdelmében megkaptak Karsz és Ardahán területét Azerbajdzsántól. A másik problémás volt, amire szintén utalt Tamás, hogy nem volt a megszálló hatalmak között sem egység. Az olaszok és a franciák vitája a kilikiai partvidéken, a stratégiai jelentőségű antiochiai Hatay tartomány és Iszkenderun Alexandretta 1937-ben született csak róla a döntés. Kiegészítéseket végtelenségig lehetne sorolni, de ez a pont, ahol befejezem, és köszönöm a nagyon érdekes előadásokat. Nagyon szépen köszönjük még. És én a kiegészítést ki lehet egészíteni, mert régen ismerjük mi egymást, és én tisztelője vagyok a mély tudásának. Ugye Inönü az nem csak egy folyó, valóban ugye ott rengeteg görög katona elesett, hanem egy helység is, ugye, és tehát ez egy forduló pont, és ezt elfelejtettem. Belekezdtem, ugye, és akkor az Atatürknél leragadtam, de ez tényleg így van. Most ugye kicsit a Baranyi Tamás előadásához is, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye 1920 őszén a franciák az elsők, akik dezertálnak, tehát ők nekik köszönik szépen, Libanon és Szíria az elég, és ők az elsők, akik a törökökkel megkötnek egy egyezményt. Igen, tehát ők gyakorlatilag becsapták, főleg a briteket, de az olaszokat is, és legfőképpen a görögöket, mert a végén a görögök ott maradtak egyedül, és ugye ők szenvedték a legkatasztrofálisabb vereséget, ami a mai napig ugye a görög nemzeti etoszban ez a kis-ázsiai katasztrófa ugye így szerepel. Hogyha megnézzük, hogy ugye a 1919 előtt volt a mai Törökország területén élt majdnem 2 millió görög, tehát 1.850.000 biztosan, és megnézzük, hogy hányat űztek el, a legtöbben ugye a görög hadsereggel menekülnek, de aztán hát ami a náci Németországban a zsidó törvények. Hát ugye Kemal... A görögök közötti ellentét, vagy például az, hogy hogyan tudta manipulálni egyébként a briteket is, akár a lozanni békekonferencián, tehát az abszolút egy szempont ez a heterogenitás. Én már nem mennék bele, hogy ez a kiegészítésnek a hányadik hatványa, de ugye az alapvető különbség én szerintem Magyarország és Törökország között, hogy Magyarországon nem az antant hatalmak akartak területeket, hanem a kisantant országai, a későbbi kisantant országai, míg Törökországban alapvetően ugye a britek, a franciák, az olaszok, és úgy mellesleg a görögök. És ez egy óriási különbség volt.
Plusz ugye az, ne felejtjük el a katonai zseniét Mustafa Kemalnak. Amikor a második Balkán háború után a britek küldenek egy vezérkari tisztet, hogy egy kicsit nézzen körül, akkor azt írja vissza Isztambulból, hogy a török főtisztek azok csapnivalóak, de van egy, Mustafa Kemal, erre figyelni kell, mert ennek nagy jövője van, és tökéletesen igaza lett. Tehát bárhol, ahol Gallipoli, az orosz front a Kaukázusban, vagy az arab front, mindig megállta a helyét. Tehát ez egy, azért egy katonai zseni, és ritka a világ történelemben, amikor a katon, ilyen szempontból tényleg Napóleonhoz hasonlítható, hogy mint politikus, mint állam, mint államképző ember, és nagyon szépen megállta a helyét. Tehát ez nagy szerencséje Törökországnak. Magyarországon ilyen ember nincsen. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, itt volt még egy kérdés. Megválaszolták, jó, rendben. Akkor még egy rövid kérdés belefér, ha gondolom. Tanár úr beszélt a veszteségekről, összehasonlította egy különböző országok a veszteségeit. Az én ismereteim szerint Törökország olyan területekkel rendelkezett, ami hódított területek voltak, illetőleg más nyelven beszélők voltak. Ugye említette, hogy 23-ban a Törökország, ugye Törökország nem volt már birodalma, Törökországban 20-valahány százaléka beszélt törökül, illetőleg 20-valahány százalék volt oszmán. Arra kérném, hogy árnyalja egy kicsit ezt a veszteséget, mert az én nézőpontomból képest egyáltalán nem egy Görögország, egy Bulgária elvesztése a török, akik dezertálnak, tehát ők, őnekik köszönik szépen, Libanon és Szíria az elég, és ők az elsők, akik a törökökkel megkötnek egy egyezményt. Maras tették, és tulajdonképpen egy hős maras város lett Karamán Maras, az itt nem a török katonai erőnek, hanem a francia dezertálás. Igen, tehát ők gyakorlatilag becsapták, főleg a briteket, de az olaszokat is, és legfőképpen a görögöket, mert a végén a görögök ott maradtak egyedül, és ugye ők szenvedték a legkatasztrofálisabb vereséget, ami a mai napig ugye a görög nemzeti etoszban, ez a kis-ázsiai katasztrófa ugye így szerepel. Hogyha megnézzük, hogy ugye a 1919 előtt volt a mai Törökország területén élt majdnem 2 millió görög, tehát 1.850.000 biztosan, és megnézzük, hogy hányat űztek el, a legtöbben ugye a görög hadsereggel menekülnek, de aztán hát ami a náci Németországban a zsidó törvények. Hát ugye Kemal alatt és Atatürk alatt hát olyan diszkriminatív törvények vannak Törökországban, hogy csak na. Tehát ebből azért lehetett tanulni, akár nem véletlen, ugye, hogy a náci Németországnak ez példa volt, hogy a görögök tovább menekültek. De hogyha megnézzük, hogy hányan kerültek át Görögországba, és mennyi volt eredetileg, és mennyi maradt, akkor ott azért sok százezer ember fog hiányozni, na most őket legyilkolták. Tehát ez a görögöknek ez egy óriási nagy katasztrófa. Hozzá kell tenni, hogy ez nagy katasztrófa a görögországi törökségnek is. De itt nem nemzeti dologról van szó, hanem a vallási alapon. Aki ortodox, az menjen Görögországba, még akkor is, hogyha törökül beszél. Az anyanyelve a török. És aki muszlim, az menjen pedig Törökországba. Noha az anyanyelve a görög, mert ilyen is volt jókedve bősége, és akkor plusz ugye a romák, a karamánok és mindenki más, tehát ezek a nagyon-nagyon kisebbségben lévők pedig úgy mellékesen hozzá,
hozzájuk csapták, hogyha akkor már menjenek ők is. Igen, most, hogyha nagyon rossz akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy kiegészíteném a kiegészítés kiegészítését, de nem inkább csak úgy tovább fűzném annyiban, hogy nyilván az is ennek a beszélgetésnek az egyik apropója, hogy azt lássuk, inkább a közös könyv is a gyümölcse, de nem szaporítom tovább a szót, inkább beszéljünk az új török ország megteremtéséről. Én két lépéssel hátrébről kezdeném az előadásomat, kevésbé a Kemal Atatürk személyére fókuszálva, sem mint arra, hogy milyen igények és lehetőségek teremtették meg az új Törökországot az első világháború végén, és milyen hosszú folyamaton vagyunk túl. Először muszáj vagyunk visszamenni a 19. századba, amit nagy általánosságban az egyrészt egy nagyon erőteljes európai expanzió jellemez, egy olyan európai, ami tudományos és még inkább katonai, gazdasági és katonai szintéren elképesztő erőfölényben van a világ többi részével szemben, és a világ többi része, aminek egy jó nagy szelete az Oszmán Birodalom, az egész 19. századot úgy éli meg, mint egy olyan feladványt, amire válaszolni kell, és nem igazán könnyen lehet találni választ erre. A különböző reformkísérletek, megújulási kísérletek, anti-imperialista felkelések, hogy ilyen régi csengésű szót mondjak, azok mind annak a folyamányai, hogy minden Európán kívüli régi birodalom vagy egyéb térség érzi, hogy olyan kihívással néz szembe, amit egyelőre még nem teljesen ért, és ami lényegében létkérdést is jelenthet neki, és ezért mindenképpen meg kell találni a választ. Úgyhogy ezért gyorsan, igen, itt egy nagyon szép korbeli orientalizáló európai kép Isztambulról, de vissza kell lépnünk a 19. századba, hogy először is fölmérjük az Oszmán Birodalom problémáit, nagyon-nagyon röviden próbálok meg nagyon tág képet adni. Hát az új világ felfedezése, valamint az ipari forradalomnak nevezett eseménysor, az végül is teljesen kiszolgáltatottá tette az Európán kívüli világot Európának, és ebben az Oszmán Birodalom is beletartozik. Az ipari forradalom az ugye világos, hogy milyen előnyökkel járt, az új világ felfedezése pedig ugye azzal járt, hogy többé az ázsiai kereskedelemben nem szorultak rá az Oszmán Birodalom közvetítő szerepére, vagyis hogyha még a reform, különböző államreformok sikerre jártak volna is, egy Velence méretű hanyatlást úgy is el kellett volna szenvedni, de ennél sokkal nagyobb volt a probléma. Láthatjuk, hogy ennek a gazdasági kiszolgáltatottságnak azért az is lett az eredménye, hogy kevés bevétele volt a birodalomnak. Ez ettől függetlenül is, és ezzel összefüggésben is volt egy általános társadalmi megmerevedés és gyenge központi hatalom, ami nyilvánvalóan a keleti arab területek felé is lejátszódik. Na nem egyezményes, hanem önkéntes alapon többnyire. Minden esetre már a 10-es években megindul az, hogy az anatóliai törökség, ami korábban azért sok helyütt a társadalom felső rétegeit képezte, vagy legalábbis a bürokrácia rétegeit képezte például a Közel-Keleten, visszaszivárognak Anatóliába. Tehát az 1910-20-as évek, főleg úgy, hogy a török lakosság cserével is ezt megtolják, az anatóliai törökségnek a tömörülésével is összefügg, az anatóliai törökség visszahúzódik magába Anatóliába. Ez azért érdekes egyébként, mert ez pontosan 100 évvel később, utána fel is írtam, itt a 2010-es évek, az AKP, a török kormányzó párt, akkor hirdette meg a Közel-Kelet felé fordulást, pedig az, hogy Törökország az már annyi nemzeti energiát egyesített Anatóliában, hogy megkezdhetik a kirajzást, megkezdhetik stratégiai mélységben a hídfő kiépítését a Közel-Keletre és akár túl is. Ez azért érdekes, mert itt ha az oszmán, illetve a török államot nézzük, eltelt ez a 100 éves ciklus, és most sok szempontból a kemalizmusnak az eredményei, vagy a kemalizmus mutatta célok és irányok, azok mostanában kezdenek megváltozni, és hogyha belegondolunk a nemrégiben történt népszavazásba is, ahol egyébként sok, vagy hát egy-két fontos a kemalista államra jellemző
államszervezeti elemet megváltoztattak, de én most itt le is zárom, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és bocsánat, hogy túlnyúltam. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, hogy van-e még esetleg hozzászólás a Burr Gábornak, vagy egymás előadására. Nekem nincsen. Jó, rendben. Akkor nagyon viszont nehéz lesz. Kimerítő volt és összefogott. Viszont megkérdezném, igen, a közönség részéről még egy pár kérdést lehetővé teszünk. Akkor viszem is a mikrofont, jó? Mert rögzítjük. Nekem röviden néhány hozzátenni valóm lenne, tehát Burr tanár úr előadásához. Látom, hogy a közönség megcsodálta a nemzetgyűlési képnél a arab feliratot. Az azt jelentette, Hákimiet Millet Indir, a hatalom a népé, és a millet a nép már az anatóliai eredetű homogén, török anyanyelvű török nemzetállami értelemben ebben a korai szakaszban is. A másik, a európai rendszerű családi név, Ismet Pasának sem volt, az Inönü nevet az Inönü folyóról kapta, ahol szó szerint a folyóba szorít. Autoritása elől is elveszik. Tehát ez az angorába, vagy hát ankarába való átmozdulás, ez a, ami egyrészt egy ilyen eszmetörténeti, másrésztről meg egy geopolitikai váltásként is megfogalmazható, az valójában egy katonai taktika arra, hogy amíg a nemzeti mozgalom erőt gyűjt, addig viszonylag békében tudjon haladni, mozogni. Különösebben nem mennék bele, de a belső anatóliai területeken Kemal, aki nagyon is jól épít ugye a korábbi sikereire, imázsára, ugye sikeresen mozgósítja az anatóliai törökséget, és kezdik egyesével, egyrészt először alapvetően katonai, majd később diplomáciai eszközökkel is visszaszorítani a behatolókat. Diplomáciai lesz majd akkor, amikor elismertetik magukat. Pillanat. 5 perc. Tehát amikor végül is implicit módon elismertetik magukat a Szovjetunióval, és aztán a Szovjet-Oroszországgal, és aztán később ugye hadianyagot is kapnak tőlük. Már a görögök elleni küzdelem után fölmerül, hogy milyen államformát kellene esetleg a jövőben alkalmazni, és hát itt megint vissza kell térnünk egy kicsit erre az arab-török ellentétre, illetve az iszlám világon belül a kalifátus nem egyértelmű jellegére. Azt látjuk, hogy Szeid Bey, aki egyrészt egy korábban híres vallástudós, és aki később igazságügyi miniszter lett, ugye azt a nézetét fejti ki, hogy mivel a szultánoknak a kalifátusa igazából valóban nem volt egy erkölcsileg egy piedesztára állítható uralom, hanem korrupt volt és önkényes, éppen ezért ezt nem kell a továbbiakban figyelembe venni, hanem visszatérhetünk a kalifátus eredeti értelméhez, ami nem más, mint a muszlimok egyetértése. Tehát itt már szinte a kalifátus eltörlésének az igénye már a görögök elleni győzelem után fennáll. Ugye Lozánban, miután, és akkor most meg itt visszautalok az előbbi előadásra, tehát a megszálló seregek kiűzésével egy lehetőség nyílik a szevri béke revideálására, és egy sokkal pozitívabb béke megkötésére. Itt az angolok még megpróbálják egyiket annyiban kijátszani a törököket, hogy meghívják a szultánnak az embereit is, hát hogyha majd Lozánban össze lehet őket veszejteni, vagy legalábbis ki lehet használni a köztük lévő ellentétet, és végülis ez az a pillanat, ami azt indítja el, hogy a szultánt megfosztják a tisztségétől, hogy ne is képviseltesse magát Lozánban. De ugye korábban is azért Kemal már azért egyszer fölcsattant a szultán egyik indítványára. Hogy... 1923. júniusában, június 24-én azért is érdekes, mert tavaly szeptemberben a Törökországban ilyen nagy nemzetközi vízhangot váltott ki az, amikor Erdogan még ezt a
lozáni békét is megkérdőjelezte, hogy annak idején ezt kényszerből írtuk alá, vagy olyanok írták alá, akik nem képviselték rendesen Törökország érdekeit. Az biztos, hogy a Time magazinnak akkor még nem volt az év embere, de 1923 márciusában már a címlapra került Mustafa Kemal a Time magazin, és csak néhány, egy kétkötetes Atatürk életrajz Törökországból, meg egy 1994-ben Passauban megjelent könyv az Oszmán Birodalomról, ahol a szerzők, Majoros Ferenc, ő az ELTE jogelőnyén, tehát még a Pázmányon végzett, és 1962-től dolgozott kint, akkor Nyugat-Németországban, és a kollégájával, a Ben Drillel írták ezt a net, amiben Julius Caesarhoz, Napóleonhoz, és még sok mindenki máshoz, nagy történelmi személyiséghez hasonlították őt, és hoztam még egy, nem fordítottam ezt le, de feltételezem, hogy mindenki ért angolul. 1928-ban, tehát már a Török Köztársaság már fél évtizede akkor fennáll, amikor Roosevelt elnöknek Litvinov, a szovjet külügyminiszter azt mondja, hogy Európa legnagyobb formátumú politikusa ő. Ugyanakkor Atatürk hivatkozási alap a náci Németországban is, nem csak Hitlernél. Hitler őt a sötétségben a fényes csillagának nevezi. Ennek oka talán, nem talán, hanem bevallottan, ugye, hogy az örmények ezt le, de feltételezem, hogy mindenki ért angolul. 1928-ban, tehát már a Török Köztársaság már fél évtizede akkor fennáll, amikor Roosevelt elnöknek Litvinov, a szovjet külügyminiszter azt mondja, hogy Európa legnagyobb formátumú politikusa ő. Ugyanakkor Atatürk hivatkozási alap a náci Németországban is, nem csak Hitlernél. Hitler őt a sötétségben a fényes csillagának nevezi. Ennek oka talán, nem talán, hanem bevallottan, ugye, hogy az örményekkel és a görögökkel való bánásmód az a náci vezetők szemében az egy követendő példa, de ugyanakkor a versailles, a Németország számára előnytelen versailles békének az überelése, a kiiktatása, ala Törökország, tehát a török példa, ez a náci vezetés számára mindenképpen egy pozitív példa. És csak hogy mennyire szórnak a vélemények, ugye ezt a török külügyminisztérium honlapjáról való ez a pár mondat. Itt 2000-ben Clinton azt mondta, hogy Shakespeare írt, Einstein gondolkodott, Atatürk pedig épített, tehát megdicsérte, pedig ugye előző évben járt Törökországban, ezt otthon dicsérte meg őt, így néz ki ugye ez a... Ugyanakkor az ellenpólus, ugye Fidel Castro szemében is Atatürk egy komoly
komoly világpolitikai súllyal rendelkező valaki. Szokták őt Einsteinnel is együtt emlegetni, nem azért, mert köze volt a relativitás elmélethez, hanem azért, mert Einstein 1933. szeptemberében Párizsból írt egy levelet őneki, ami valamiért az akkori miniszterelnöknél, Inönőnél landolt. Ugye a kézzel írt széljegyzet az az, ebben akkor nyilvánvalóan egy nagyon erős réteg ellenezni fogja őket. Tehát, hogy a szultán rájön arra, hogy a janicsár sereg most már egyáltalán nem ütőképes, fel kell őket számolni, hát ez nagyon jó, de attól még mindig a janicsár sereg lesz az Oszmán Birodalom katonáinak egy jó része, akik igenis ellenezni fogják a mindennemű reformot. Ugye ez történt Szelim szultánnal egyébként 1807-ben. Tehát ugye tehát a Tanzimát első felvonásával a gülhánei hatisarifa, ugye az a probléma, hogy egyrészt lassan halad, másrésztről ugye a krími háború újfent kimutatja az Oszmán Birodalom gyengeségét. Igen, a krími háborúban a Törökország végül a győztesek oldalán áll, vagy ül a tárgyalóasztalhoz. Ugyanakkor minden szövetsége számára világossá válik, hogy valójában mennyire gyengék, és mennyire nem tudtak volna egyébként az európai koalíció nélkül bármit elérni Oroszországgal szemben. És ez már a párizsi béketárgyalások során megfogalmazódik, hogy egy újabb nagy reformcsomagra lesz szükség, és erre egyébként a nyugati hatalmak is ösztönözték a szultánt, tehát az ösztönözték az akár még egy udvarias szó is erre. És nyilván ennek a reformnak a birodalom területén élő keresztény kisebbségek, illetve a nyugati kereskedelem zavartalansága egy kiemelkedően fontos szeletét képezte. Úgyhogy ezért a második, ez a Hatti Humayun nevű második reformcsomagnál az az ellentmondás alakul ki, hogy a modernizáció egyfajta oszmán nacionalizmussal kerül szembe. Tehát aki modernizáció híve, az könnyen egyfajta egy ilyen nemzetietlen oldalon találhatja magát, aki a nyugati érdekeket szolgálja ki. Erre válaszul jönnek létre ugye az új oszmán körök, akiknek az a feladata, hogy ezt az oszmán nacionalizmus próbálják egyesíteni a modernizációval. Ugye az oszmán nacionalizmus az még nem török nacionalizmus, és egyáltalán nem pániszlámizmus. Az új oszmánoknak részint a hatására, hogy ez a 19. század utolsó szeletének nagy szultánja Abdülhamid a második, akinek ugye két nagy korszaka van, egy nagyon rövid alkotmányos periódus, ezen még ugye az új oszmánok hatása érvényesül. Majd ugye ez egybeesik egy újabb orosz-török háborúval, ahol újabb nagy vereséget szenved a szultán, tehát megint látszik, hogy ez az út sem járható, a oszmán államreform akkor sem lesz, hogyha ezeket a változtatásokat átültetik, úgyhogy ezért berekezti az alkotmányosságot, és egyfajta diktatúrát alakít ki, ami minden reformpárti kör, vagy egyetlen reformpárti körnek sem kedvezik. Kedvez kalifátusa. Igazából valóban nem volt egy erkölcsileg egy piedesztára állítható uralom, hanem korrupt volt és önkényes. Éppen ezért ezt nem kell a továbbiakban figyelembe venni, hanem visszatérhetünk a kalifátus eredeti értelméhez, ami nem más, mint a muszlimok egyetértése. Tehát itt már szinte a kalifátus eltörlésének az igénye már a görögök elleni győzelem után fennáll. Ugye Lozánban, miután, és akkor most meg itt visszautalok az előbbi előadásra, tehát a megszálló seregek kiűzésével egy lehetőség nyílik a szevri béke revideálására, és egy sokkal pozitívabb béke megkötésére. Itt az angolok még megpróbálják egyiket annyiban kijátszani a törököket, hogy meghívják a szultánnak az embereit is, hát hogyha majd Lozánban össze lehet őket veszélyteni, vagy legalábbis ki lehet használni a köztük lévő ellentétet, és végülis ez az a pillanat, ami azt indítja el, hogy a szultánt megfosztják a tisztségétől, hogy ne is képviseltesse magát Lozánban.
de ugye korábban is azért Kemal már azért egyszer fölcsattant a szultán egyik indítványára, hogy hogy merészel egyáltalán a titkárommal szóba állni a szultán. Úgyhogy látszik, hogy ő már azért alapvetően a de facto katonai hatalomban gondolkodott. És akkor itt érkezünk el ahhoz, hogy megszüntetik a kalifátus intézményét is. És lényegében ugyanazzal a Szeid Bey-nek a felszólalása az, ami a nemzetgyűlés képviselőit igazából meggyőzi. Azt hiszem, hogy 6-an nem szavazták meg összességében a nagy nemzetgyűlésben a kalifátus megszüntetését, és ismét ugye ez az érv, hogy valójában a köztársaságban lehet megtalálni az ummát, azt, amikor a muzulmánok egymás között megbeszélve döntenek az ügyükről, nem pedig valamiféle gyanús és korrupt dinasztikus hatalomban, ami idegen az iszlám valódi természetéről. Ez persze azért fontos, hiszen még akkor is, hogy ezek fölvilágosult, Franciaországban tanult, általában sokszor nem is vallásgyakorló emberek, Mustafa Kemal és a tisztjei, azért az emberek 98%-a még igen, akár még a nemzetgyűlésben is. Ahogy megvannak ezek az állami keretek, ugye azért kezdik hozzáalakítani ez megfelelő kulturális kereteket. Ugye Atatürk mindig azt mondja, hogy Törökországot fel kellett emelni a jelenkori civilizáció szintjére. Nem teljesen mindegy, hogy ezeket a szavakat használja, mert nem azt mondja, hogy a nyugat szintjére kell fölemelni. Tehát nem úgy tekinti, hogy a nyugatnak van egy bizonyos szintje, és ahhoz emelik föl Törökországot, hanem van egy általános civilizációs szint, teljesen véletlen nyugaton ez éppen a jelenkorin van, Törökország ebből a szempontból el van maradva, és fölemeli. Tehát a jelenkori civilizáció megteremtése, nem teljesen mindegy, hogy ezeket a szavakat használja, mert nem azt mondja, hogy a nyugat szintjére kell fölemelni. Tehát nem úgy tekinti, hogy a nyugatnak van egy bizonyos szintje, és ahhoz emelik föl Törökországot, hanem van egy általános civilizációs szint, teljesen véletlen nyugaton ez éppen a jelenkorin van, Törökország ebből a szempontból el van maradva, és fölemeli. Tehát a jelenkori civilizáció megteremtése Törökországban az nem nyugatosítás, legalábbis retorikailag biztos nem, de szekularizáció és egy nagyon erős török nacionalizmus társul hozzá, ami azért is lehetséges, mert a török-arab államalakulat, amely a 19. század második felében megmarad, az most már az araboktól is mentesül. Tehát némi kisebbségtől eltekintve azért ez egy etnikailag homogénebb államalakulat. Itt én is beraktam a görög-török lakosságcsere irányait. Hát hasonló egyébként az 1910-es években egyébként a közel-keleti arab területek felé is lejátszódik. Na nem egyezményes, hanem önkéntes alapon többnyire. Minden esetre már a 10-es években megindul az, hogy az anatóliai törökség, ami korábban azért sok helyütt a társadalom felső rétegeit képezte, vagy legalábbis a bürokrácia rétegeit képezte például ott a közel-keleten, visszaszivárognak Anatóliába. Tehát az 1910-es, 20-as évek, főleg úgy, hogy a török lakosság cserével is ezt megtolják, az anatóliai törökségnek a tömörülésével is összefügg, az anatóliai törökség visszahúzódik magába Anatóliába. Ez azért érdekes egyébként, mert ez pontosan 100 évvel később, utána fel is írtam, amit a 2010-es évek, az AKP, a török kormányzó párt, akkor hirdette meg a közel-kelet felé fordulást, pedig az, hogy Törökország az már annyi nemzeti energiát egyesített Anatóliában, hogy megkezdhetik a kirajzást, megkezdhetik stratégiai mélységben a hídfő kiépítését a közel-keletre és akár túl is. Ez azért érdekes, mert itt ha az oszmán, illetve a török államot nézzük, eltelt ez a 100 éves ciklus, és most sok szempontból a kemalizmusnak az eredményei, vagy a kemalizmus mutatta célok és irányok, azok mostanában kezdenek megváltozni. És egyébként, hogyha belegondolunk a nemrégiben történt népszavazásba is, ahol egyébként sok, vagy hát egy-két fontos a kemalista államra jellemző államszervezeti elemet megváltoztattak. De én most itt le is zárom, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és bocsánat, hogy túlnyúltam. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, hogy van-e még esetleg hozzászólása Burgábornak, vagy egymás előadására. Nekem nincs. Jó. Így. Ez azt hiszem, hogy viszonylag magyar nyelven is jól el vagyunk látva
Atatürk irodalommal. Itt van a szaloniki szülőház, ami ma múzeum, és nagyon gyorsan egy statisztika, hogy kik is lakták. Ugye ő 1881. május 19-én született, úgyhogy 3 nap múlva lesz a születésének az évfordulója. Tehát, hogy kik lakták ezt a várost, és látható ugye, hogy majdnem fele részben zsidók, és a törökök, és főleg a görögök kisebbségben vannak ebben a városban. Ez azért érdekes, mert ugye a Fatih Bajhannak a nem olyan régen megjelent munkájában ugye fölveti az örmény származást, de hát aki olvas, vagy csak szörföl a világhálón, nagyon hamar megtalálja azt a kitételt, hogy lényegében egy zsidó származású ember. Az örmény az talán még rosszabb ugye a mai Törökországban. Tehát találunk róla ezt is, azt is, hideget is, meleget is. A kép az, ez a legismertebb fiatalkori képe 1905 vagy 6-ban készült, amikor már ugye katonai pályára adta a fejét, és azt is általában mindenki tudja, hogy ő Gallipoli hőse, mégpedig úgy Gallipoli hőse, hogy az akkori erős ember, Enver Pasa nem engedte a sajtóban a nevét sokszor megjelenni, tehát igazából a szájhagyomány tette őt Gallipoli hősévé. És ez egy nagyon fontos dolog, ugye a mai Törökország esetében is ez egy igazodási pont. Nagyon gyakran felvetik, hogy az örmény népírtásban volt-e, és ha volt, akkor milyen felelőssége volt. Ezt a kérdést én csak fölvetem, de nem akarom megválaszolni, mert alapvetően azért mégsem lehet ráhúzni ezt a felelősséget, noha ugye voltak olyan ebben résztvevő tisztek, akiknek a felelősségre vonását azt ő akadályozta meg. Ami fontos, hogy Szmirna görög lakosságának a részben előzése, részben lemészárlása. Itt a háború után, a lozáni béke előtt történik egy egyezmény, a két fél között aláírnak egy egyezményt, ami lakosságcserét jelent. Ez a lakosságcsere természetesen a görögöknek jóval kedvezőtlenebb. Itt látható ezen a térképen, hogy az előzött görögök száma lényegesen nagyobb. A 1923-ban egyébként a mai Törökország népességének körülbelül a 25%-a még nem török és nem muszlim. Viszont itt ezen a képen Mustafa Kemal nincs rajta. A lozáni békét aláíró delegáció. Ez azért érdekes, mert ez Törökországnak nagyon előnyös a Szévri békével szemben. Ezt már a Genfi tó partján fekvő Lozánban írták alá 1923. júniusában, június 24-én. Azért is érdekes, mert tavaly szeptemberben a Törökországban ilyen nagy nemzetközi vízhangot váltott ki az, amikor Erdogan még ezt a lozáni békét is megkérdőjelezte, hogy annak idején ezt kényszerből írtuk alá, vagy olyanok írták alá, akik nem képviselték rendesen Törökország érdekeit.
Az biztos, hogy a Time magazinnak akkor még nem volt az év embere, de 1923 márciusában már a címlapra került Mustafa Kemal a Time magazin, és csak néhány, egy kétkötetes Atatürk életrajz Törökországból, meg egy 1994-ben Passauban megjelent könyv az Oszmán Birodalomról, ahol a szerzők, Majoros Ferenc, ő az ELTE jogelőnyén, tehát még a Pázmányon végzett, és 1962-től dolgozott kint, akkor Nyugat-Németországban, és a kollégájával, a Bendrillel írták ezt a, mert amiben